I'm sexy and I know it. Sziasztok! A héten Mike és David fog esküvőhöz csajt keresni, megérkezik ugyanis a nyár vígjátékának kikiáltott Mike és David esküvőhöz csajt keres című film. Hogy valójában a nyár vígjáték durranása-e? Hát konkurencia hiányában talán. A család megelégedi, hogy Davidék, akik amúgy tesók és kicsit kretének is, állandóan minden családi összejövetelt széttrollkodnak és összecsesznek, ezért amikor húguk esküvőjére kerül sor, kikötik, hogy csak úgy vehetnek részt rajta, hogyha összeszednek addig két rendes, jóra való lányt. El is kezdődik a nagy csajvadászat, és mivel egy hetes havai kiruccanás keretén belül történik majd a megnyező, a csajok jelentkeznek is Dögivel, két szintén elcseszett csaj is kitalálja, hogy jó kislánynak álcázzák majd magukat, és jelentkeznek, mert ők Hawaii-ra akarnak menni, csak hogy azonban kiderül, hogy közel sem olyan jó kislányok, sőt, ha lehet, akkor még a fiúknál is durvábbak. Előbb a kretén szót használtam a srácok leírására, de valahogy ezt a filmre is rá tudom mondani, és igazából ez nem is annyira negatív jelző. Most arra gondolok, hogy ez amolyan Beavis és Butthead-esen kretén film. Akik vevők erre a humorvirágra, az ilyenfajta poénkodásra, azoknak abszolút okozhat pár jó és kellemes percet ez a film. A színészek is ennek a kreténségnek mennek amúgy alá végig, főként a négy főszereplőre gondolok. A játékok túltolt, eltúlzott, ripacskodó, viszont látszik, hogy ez egyfajta rendezői koncepció az egészbe. Nyilván ez lehet valakinek zavaró, és ezt meg is értem, hogyha valakit zavar ez a eltúlzott ripacskodás. Én viszont valahogy tudtam élvezni. A négy főszereplő amúgy szerintem jól el lett találva, hogyha a castingot nézem. Zac Efron már kezd kilépni a High School Musical árnyékából, bár azért még nagy lépéseket kéne tennie. A tesóját játszó Adam Devine méltó partnere a hülyeségben, a Primet azonban szerintem a csajok viszik, Aubrey Plaza és Anna Kendrick is fullba nyomja a kretént, és bár Oscar bácsi nem gyűn, az tuti, ide ehhez a filmhez tökéletesen jó ez. Van itt kedvesen kretén, paraszt kretén, a lányok táborában cuki kretén, ribi kretén. Ez méltán a cselekménybe sem kell keresni az újító szándékot, a nagy fordulatokat, a meglepő dolgokat. Ez egy sablon film, sablon vígjáték, egy szórakoztató alkotás. Nem is akar egyébként többnek látszani, és szerintem ez becsülendő, bár nem is több. De mondom, nem is erőlködik, hogy itt letoljon nagyon nagy tanulságokat. Akárhányszor komolyba fordulna a dolog, mindig jut egy-egy poén, ami ezt visszabillenti a vígjáték irányba. Ez a film tényleg arra való, hogy kikapcsoljon arra, kicsit több mint másfél órára még tart. Amúgy azt tudni kell, hogy az Arab Story az valós esemény, tényleg létezik egy Mike és Dave, akik feladtak egy ilyen hirdetést Amerikában, és ettől híresek lettek, sokba jártak, stb. Az ő sztoriukat vette meg a Fox, persze csak az alapfelütés valós, egyikük sem nézett ki úgy, mint a kockás hasát amúgy gyakran villogtató Zac Efron, a Lagzi sem Hawaiian volt, és végül nem két ribit vittek, hanem régi ismerősöket. Amúgy ez a Hawaii és esküvő téma miatt egy picit olyan a film, mintha az apád rőtöket az Ünneprontok ünnepe című vígjátékkal így összegyúrtam volna, és ennek egy kicsit bunkóbb, ilyen parasztabb, kicsit South Parkosabb verzióját hozták volna létre, csak persze okos politikai tartalom is mondani való nélkül. Az Ünneprontok ünnepére egyébként még kikacsintás is van, konkrétan megemlítik a filmben. És akkor így gyorsan leszögezem, mert az apád rőtöke és az előbb említett Ünneprontok szerintem kifejezetten jó film, hogy a Mike és Dave nem igazán jó film, viszont abszolút nem lehet ráharagudni, és igazából az önfelett tökörködés mégiscsak működik. Látszik, hogy mindenki élvezte a bohózkodást az alkotók közül, és ez valahogy így ráragad a nézőre is. Nyilván mindenkinek magának kell eldönteni, hogy vevő az ilyenfajta poénvilágra, viszont aki vevő, azt szerintem nem fog csalódni. Ráadásul arra is készüljön fel mindenki, hogy durván tráger beszéd és sok-sok szexuális jellegű poén is pereg majd az orra előtt. Nem 18-as karikás a dolog, viszont bőven messze van a családi vígjáték jelzőtől. Zac Efronnak ez a harmadik vígjátéka idén, szerintem a Nagyfaternál sokkal-sokkal jobb, Rossz szomszédság 2-nél is jobb. Én a magam részéről 6 beszívott bulát adnék a 10-ből a filmre, mert akartok egy kis ilyen ökörködő, buta, de szórakoztató vígjátékot nézni, akkor ezt bőven ne hagyjátok ki. Jó mozizást kívánok mindenkinek, sziasztok! Wiggle, 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 wiggle.